Tisztelt Hölgyeim és Uraim, leülhetek, vagy köszönöm szépen. Hát mire véget ér a fél év, a szemeszter, hát már úgy megismertük egymást nagyjából, és akkor mindig, már a végén nem fogom kérdezni. De úgy illik, nagyanyám szegény arra tanított, hogy inkább köszönj, mint ne köszönj, ne üljél le hölgyek jelenlétében, voltam vagy 6 éves, nem nagyon értettem. És azt is megtudom, egy kis orosz elhanyagolható városba hallottam először, hogy úgy kell levenni a zakót, nekem mondani sem kell, hogy zakom se volt, de csak úgy mondta, hogy jobb helyeken ez úgy szokás, hogy meg kell kérdezni a jelenlévő hölgyeket. Na most az az igazság, hogy évszázadokon, meg évtizedeken át a kultúra, az elmélet, a morál, az szépen átplantálódik, és valahogy megmarad az egészbe. És ilyen volt a vallás, és ilyen volt az egyházhoz való viszony a sztálini Szovjetunióban. Mert röviden ezzel kezdem, és utána áttérünk. Ahogy nagyanyám is mesélte nekem, hogy mondjuk Erdélyben mi volt szokás, mi nem volt szokás egy orosz városkában, ahol tehát mi voltunk magyarok egyedül, egy család, plusz egy részeg féllábú első világháborús hadifogója, aki megjárta a gulágot, és ott törték el neki a lábát, és hát azért volt ő féllábú, falába volt. Na most egy ilyen városban elmondta, hogy mi volt Erdélyben. Oroszországban a vallás óriási szerepet játszott. A cárok Oroszországában a cárok féltek az egyháztól, és Nagy Péter, a legnagyobb orosz uralkodók egyike, aki zsarnok volt, véreskező zsarnok, jól lehet egy nagy formátumú ember, Nagy Péter 1722-ben, ha jól emlékszem, meg is szüntette emiatt a pátriárkátus intézményét. Gyakorlatilag egy teokratikus állam lett Oroszország, maga alá gyűrte, tessék elképzelni az egyházat. Sztálin is megpróbálta ezt a 40-es évek közepén, de rövid időre, de Sztálin korábban írtotta az egyházat. Nagy Péter nem írtotta az egyházat, ő legfeljebb az egyház, a hívő emberek inkább, a hívő emberek jelentős részét próbálta írtani, fizikailag, akik nem az ortodox egyház hívei, és terjesztik a saját vallását. Például Moszkvában volt egy úgynevezett német negyed, és ott éltek luteránusok, ott éltek katolikusok, német negyednek hívták, de hát olaszok is voltak, ott spanyolok is voltak, hollandok, angolok, de persze főleg németek, és addig nem is volt baj, amikor a negyeden belül Moszkva belvárosában volt ez a negyed, és úgy körbe volt kerítve egy kicsit, bár be lehetett menni. A negyeden belül volt egy kirhe, és volt egy kis katolikus, ilyen kis sekrestje, tehát ezek nem voltak nagy templomok, de amikor az oroszokat elkezdték tanítani, magyarán misszionárius tevékenységet folytatni, akkor az orosz, aki esetleg érdeklődött, vagy föl is vette titokban a katolikus, vagy a protestáns egyház tanait ismerve fölvette valamelyik hát válfaját a úgynevezett nyugati vallásoknak, akkor az oroszokat megölték, még az 1700-as évek elején is, később már persze nem, mégpedig egy nagyon szörnyű halállal, beásták nyakig a földbe, és nem szóltak hozzájuk, vagy leköpték legfeljebb, aki ment arra felé, és nem adtak enni, és nem adtak inni. Hát ebbe elég szépen bele lehet halni. A másik dolog pedig egy nyugati ember, mondjuk egy katonatiszt, vagy egy kereskedő. Mert volt, aki például a Vatikán beküldött titokban papokat, úgy, hogy őket, hogy úgy mondjam, mai kifejezéssel, a kémekre mondják, persze inkább fedésbe. Tehát valaki kereskedőnek bement, de ő közben a Vatikán embere volt mondjuk egy híres hittérítő. És neki kellett gyökeret ereszteni Oroszországba, tehát róla megtudták, hogy a katolikus vallást terjeszti, hát a legkevesebb az, hogy kipaterolták az országból, de leginkább mondjuk valaki megfojtotta a börtöncellában. Nagy Péter kézbe vette az egyházat, gyakorlatilag egy Szent Szinódus nevű
lényegében egy minisztériumszerűség felügyelte az egyházat Nagy Péter óta, egészen 1917-ig, mert furcsa módon a pátriárkátus és a bizánci típusú pátriárkátus az egy intézmény, 17-ben az ideiglenes kormány, amely leginkább úgynevezett felvilágosult emberekből állt, részben szabadkőművesekből, részben értelmiségiekből, és akkor jött létre újra, tehát 22, 1700 és 1917 ez így. Utána persze Sztálinék már a 20-as évek közepén, illetve megszüntetik megint is. 43-ban maga Josip Viszarionovics Sztálin a kirúgott, vagy inkább önként kilépő, papnevelődei egykori hallgató visszaállítja a pátriárkátust, és napjainkban is, hát van pátriárkátus Oroszországban, a Putyin minapi beiktatásán például a pátriárka igencsak fontos szerepet játszott. A minisztérium, amely irányította a Szent Szinódus, annak volt egy vezetője, egy világi vezetője. Nem püspök, nem egyházi személy, általában ez hívő volt, aki vezette, az is volt a neve, hát Oroszországban a műnevek, a technikus terminusok, hollandok, flotta, angolok, szárazföldi hadsereg és németek, ami a közintézmények is, részben a hadsereg is. Tehát úgy hívták őt, szép német szóval, hogy Oberprokuror. Mi az, hogy Oberprokuror? Orosz szó, de hát valahogy nem csak orosz. Főügyész. Tehát ő volt a főügyésze az orosz egyháznak. Lényegében a cár kinyújtott karja. És kiket írtott Nagy Péter, és kiknek azért nem ment ez jól a dologuk Oroszországban, később már annál jobb, ezek voltak az úgynevezett óhitűek, vagy ószertartások. Higgyék el, hogy nem sokára még 5-6 percet adjanak nekem Oroszország meg a sztálini időszak, mert utána rátérünk a Kelet-Európára. Ószertartások, akik ragaszkodtak az ősi bizánci rítushoz, mert az cári orosz egyház, amely napjainkig van, úgynevezett megreformált rítusú egyház, bár bizánci eredetű keleti egyház. És az ószertartásúak vagy óhitűek, ezek például nagyon érdekes, Szibériába menekültek, nagyon el volt terjedve körökben az önégetés. Ha a cári hadsereg körülvesz egy falut vagy egy telepet, ők inkább megégetik magukat élve, csak hogy ne kényszerítsék őket a új, nem ősi bizánci ritus, hanem egy megreformált ritus gyakorlására. Én örömmel tapasztalom, hogy a diákok, akik felveszték az órámat, járnak ide. De azért nekem nagy kapaszkodó, az én generációm is, vannak egy páron, hál' Istennek, úgyhogy őnekik adom fel a kérdést most, nem a diákoknak. Tessék elképzelni, hogy ki emlékszik egy ilyen operára, hogy Hovancsina? Tessék föltenni őket, Hovancsina. Óriási. Hát én megkérdeztem egyszer, itt van egy kollégina, a Károli Gáspár református egyetem, az ő csoportjában, hogy megkérdeztem, hogy mi az a Hovancsina, hát egy se tudta. Ez nem baj, csak hát a társadalom kollektív, az egy jó opera, ugye? Ez egy nagyon díszopera. Hát ezek azért nagy, attól, hogy itt egy szovjet elnyomás volt, meg egy déli hadsereg csoport állomáshozott, azért a 19. századi orosz zeneszerzők, operaszerzők nagyon nagy, Csajkovszki, Muszarszki, és így tovább, és a Borodin, ezek nagyon komoly operaszerzők. Most erről szól a Hovancsina, ezekre az ószertartás, lényegében az ő lázadásuk. Csak hát a cári udvarban, ahol először előadták a Hovancsinát, ez olyan egy kicsit persze nem opera műfajban, mint Bizánc herceg Ferencnek a Bizánc című, de hogy nem lehet most egy magyar, leggazdagabb magyar színház sem tudja előadni, annyi embert kell kivezényelni a színpad. Ez egy díszes. Hovancsinában tényleg úgy előadják, Párizsban előadták, 200 fő kellett ehhez. Ahogy az Aidát, ha tényleg úgy adják elő, ahogy ez a Suezi csatorna megnyitása alkalmából megvolt, ott egy élő elefántot kell kézzel, nálunk is próbálták a Margit szigeten, ennek síralmas következményei voltak. Na most a Hovancsina arról szól, aztán Schnitt és a 19. századra az ószertartásúak, akik nagyon összetartóak voltak, a kereskedők, stb., ezek lettek a leggazdagabb orosz kereskedők és a modern orosz iparbárok. És bennük volt egy,
ők úgy ragaszkodtak, például egy feleség nem jöhetett elő az ebédhez korábban. A végén már Párizsba, a Folies Bergère, meg ilyen helyekre vitt egy ószertartású kereskedő a feleségét, és a párizsi szalomba, a szalon ez egy ilyen kiállító, tehát nem szalont jelent, hanem egy kiállító terem, oda is vitte. Otthon ő még mindig másképp vetette a keresztet, nem fordott színes ruhákat, még a 19. század végén sem. De tessék elképzelni, ezek közül mindegy járvány végment a dolog. Képet gyűjteni jó. Képet gyűjteni ez egy ilyen léleksimogató dolog, véleményem szerint. Képet gyűjteni nagy dolog, de hogy Oroszországba bevinni a legmodernebb orosz országba, nem Oroszország nem volt modern, az impressionistákat, az úgynevezett vadakat, vagy mit tudom én, posztimpressionist, Picasso-t, hát ezek az orosz szerte vallásos emberek vitték be, gondolok ilyen nevekre, hogy Putyilov, akinek volt a legnagyobb hadigyára, Tretyakov, ezek ószertartású kereskedők voltak, és még jó páran Morozov, ezek Mamontov, ezek lementek, és ezek fizették a legnagyobb francia festőket, főleg, de nem csak, ezek megvették a Goyát, a Velázquez-t, a különböző aukciókon, és hát a nagy, tehát érdekes, mindig volt az orosz ortodox egyház, és a nyugati egyházak között is volt kapcsolat, részint az ökuménia jegyében, részben az, hogy valaki vallásos ember Oroszországban, akkor még ő valahogy idomult a külvilágtól, és nagyon sok jó dolgot csinált. És utána jött Schnitt, és utána jött a szovjet rendszer, ami bizony az egyháznak nagyon ártott. De ártott a vallásos embereknek is, mert nem csak Sztálin, de Lenin alatt borzasztó egyházellenes politika indult meg. Csak egy pár adat. 1917-ben az orosz lakosság 70%-a volt tuti vallásos, a legtöbb felmérés szerint, egy francia felmérés szerint is, bár az inkább becslések, de volt, aki azt mondja, hogy 85% volt vallásos. Ha csak a 70%-ot veszük, az azt jelenti, 115-től 125 millió emberig volt vallásos. Ezek nagyrészt ortodoxok voltak, de voltak muzulmánok, zsidók és buddhisták. 43 ezer templom volt Oroszországban. Tudják mi az, hogy kőtemplomok. Északon voltak fából. Egyébként Sztálin, amikor az északi templomokat tönkretette, mert amikor tönkretette, mindjárt erről szó esik, az oroszországi templomokat, a kő templomokat sajnálta sokszor, és csinált abból raktárat, csináltatott Sztálin, raktárat, magtárat, és jó néhányból ateista helyi múzeumokat. De az Észak-Oroszországban, ahol a hideg miatt, meg különösen konzervációs módszerrel lehetett a fa templomok, de 1200-ban, 1300-ban épül a fa templom, és teljes díszben áll, design, teljes díszben áll, még 1925-ben, és 26-tól kezdve sorra ezeket felgyújtják és szétszedik ezeket a fa templomokat. Nagyon kevés ilyen maradt meg. 1025 monostor volt, ami az európai kolostoroknak felel meg, 557 egyházi nagy szeminárium, az egyikbe, Tiflisbe Josif Sztálin is járt, ott nem volt egyetem Tiflisbe, gyakorlatilag a nem vallásos, nem túlzottan vallásos grúz és orosz gyerekek is jártak oda. És volt 130 érsek és püspök, 130, de ezek voltak még segédpüspökök is, és 112 ezer egyházi személy, pópák és nem csak. Ez nagyon sok. Mi történt 1938-ban? Még volt egy rövid periódus 22-ben, 23-ban. Akkor kivégzések megindultak, a papokat, a vallásos embereket kivégezték. Mondok egy számot, önöknek ez óriásinak tűnik. 10 000 embert tartóztattak le, akkor Lenin alatt még, és 2000-et kivégeztek, főleg szerzeteseket és pópákat. Ezért, amazért, ezért parasztlázadásokat szítottak, nem szolgáltatták be, akkor éhínség volt Oroszországban, de Lenin a saját pártjának, meg az államnak akarta ezt, de azért azt mondta, hogy éhezőknek is veszünk ezért gabonát, stb. Bonyolult volt az időszak, 2000 embert kivégezték. Önök azt mondják, hogy micsoda aljas dolog, milyen sok. Én is azt mondom, hogy ez is nagyon sok, ha 200 embert végeznek ki ártatlanul. Az is sok, sőt Dosztojevszki azt mondta egyik regényében, hogy egy lánynak a könycseppé elhújtott ártatlan könycsepp és egy ember kivégzése is nagyon sok. Cinikus Sztálin persze ezt úgy fordította le, hogy egy ember halála az tragédia,
gondolom erre a Dosztojevszki mondatra utalva, 100 000 ember kivégzése az csak statisztika. Na most az az igazság, hogy összehasonlításként, mindjárt Kelet-Európára rátérek, összehasonlításként, tehát 22-23-ban 10 000 embert tartóztattak le, egyházi és világi hívőket és egyházi személyeket, 2000 kivégeztek. 1938-39 eleje. 300 püspök és főpap kivégezve. 350 000 embert letartóztatnak vallási hovatartozás és egyházi kötődés okán, és ebből 140 000 pópa és 80 000 embert végeznek ki. Mindössze 2,5 év alatt. A csúcs 1938-as esztendő, ott volt a legtöbb, ott valamikor 143 000 letartóztatott volt. Na most összesen, tehát világi és egyházi személyek, és összesen pedig 140 000 pópa. Most megszüntetik a pátriárkátust, van helynök, egy Szergij nevű helynök, és az igazi helynök, akit kijelölt Tihon az utolsó pátriárka, az börtönben van, 9 évig egy Piotr, vagyis Péter nevű metropolita, vak lett, beteg lett, és nem volt hajlandó térden állva bocsánatot kérni a szovjet hatalom, és egy picit cellában volt, meg se tudott nagyon fordulni, majdnem én láttam ezt a cellát az egyik kolostorban, az olyan, mint egy börtönni átalakított kolostorban, az olyan, mint egy szekrény, csak nagyobb, és utána pedig kivitték, és utoljára felszólították, megmutatták neki a napfényt, kapott egy jó ebédet, nem nyúlt hozzá, azt mondta, hogy biztos valami galád dolog készül, igen, azt mondja, hogy írjál alá, egy nagyon-nagyon ahhoz képest, egy nagyon nyelv, hogy elismered a szovjet hatalmat és hibáztál. És akkor mehetsz békében, és mehetsz, szerzetes lehetsz bárki. És akkor volt egy vagy két kolostor még, és akkor ő azt mondta, hogy nem, és akkor agyonütötték a köztörvényes bűnözők a börtönparancsnok utasítására. 29-től megvannak az úgynevezett ateista 5 éves tervek. Kelet-Európában ezt nem merte senki bevezetni, kivéve az albán diktátor, nem tudom, megint csak hallottak ilyen nevet, hogy Enver Hoxha. Ő ott hogy ne. Na most Enver Hoxha ateista országból csinált Albániából, volt egy rövid periódus, egy templom nem volt, és egy mecset sem volt. De ez egy rövid periódus volt, 4-5 év. De amúgy, na most ez nem lett a Szovjetunióban, de majdnem lett, mert valamikor a 30-as évek végén Sztálin leállította ezeket az ateista 5 éves terveket, de tessék elképzelni, Moszkvában azt mondták, hogy 40x40 templom. Ez nagyon sok, szorozzák be a 40-et 40-nel. De ennél több templom volt. 1938-ban Moszkvában 4 templom maradt. Az összes többi be volt zárva. A popák és a hívők sorsáról ne is beszéljünk. Volt egy kirhe, a nyugati diplomaták számára, és a Moszkvában élő, és máshol élő német úgynevezett szakértők, nagyon sok német jött a gazdasági világválság alatt, ezeket nagyrészt letartóztatják, vagy kiutasítják 37-38-ban. És volt egy katolikus kis templom, először a lengyelek számára főleg, meg olyan oroszok, akik hát titokban bejártak oda, de később már szintén a diplomaták számára is. A lengyel követség próbálta ezt a templomot támogatni, de a végén hát mindenki le lett fényképezve, aki Isten tisztelet alatt oda bement. Két fényképész állt vasárnap, mentek be a katolikusok, és hát ezek lefény. Mondjuk máskor már nem biztos, hogy eljött az illető. Volt akkor Szentpétervár, volt főváros, Leningrád, ott volt, most már én nem emlékszem pontosan, de olyan nem osz, nem szólt, vagy 3 vagy 5 templom volt. Hát a Izsák egyházból ateista múzeum lett, a Kazányi Székes egyházból ateista múzeum lett. Szörnyű dolgok voltak. És volt egy főváros, Belarusia főváros Minszk, ahol 1 templom sem volt. Na most Sztálin ennek azért véget vetett, mert még a II. Világháború kitörése előtt Sztálin rájött arra, hogy baj lesz. Csináltak ugyanis 37-ben, és majd meg is ismételték 39-ben egy népszámlálást. A népszámlálási biztosok nem presszionálták a lakosságot. Sztálin utasította először, első alkalom, a 39-ben már presszionálták. Legyen ez egy őszinte népszámlálás, mert népszámlálásból önök is tudják, nagyon sok mindent ki lehet hozni.
És voltak titkos kérdések, amiket nem kellett beírni, és ezek nem jelentek meg a Pravdába, amikor hosszú heteken át jöttek az unalmas számadatok, amelyek marha érdekesek voltak. Kiderült például, hogy ukrán lakosság nagyon gyérebb lett. Ukrajnában ugyanis az 1930-as évek elején 7 millió embert pusztítottak ki, nem pusztult ki, pusztítottak ki, 2,5 év alatt az úgynevezett mesterséges éhínség, ukránul holodomor, van, aki ukránul tudja, de mesterséges éhínség alatt kipusztították a lakosságot. Ebből 3 millió gyereket. Mondhatni sem kell, hogy a népszámlálásnál ez a területek ritkábbak lettek, és ez a térképeken, a népszámlálási térképek látszanak. Mondjuk, hogy egy megyébe volt lakott mondjuk 1,5 millió ember, akkor lakott esetleg már csak 1 millió. Ez nagy különbség. És most is vannak Ukrajnában olyan Dél-Ukrajnában, Dél-Nyugat-Ukrajnában, de inkább Dél-Kelet-Ukrajnában olyan falvak és olyan kis települések, a erdőnek az ukrán neve van, a lankának az ukrán neve, a folyónak az ukrán neve, némely utcának ukrán neve, csak ukránok nem élnek. Ott mindenki totálisan kipusztult. És ami rengeteg orosz telepítettek be később, főleg a háború után. Na most Sztálin begurult, dühös lett, és ugyanakkor másút északon a népszámlálás kihozott nagyon sok helyet, hogy a gulágok, ott is milliók voltak már lassan, és ott hirtelen Észak-Szibériában, meg Csukcsföldön, hogy 200-300 ezer ember plusz volt ilyen megyékben. És akkor Sztálin bölcs salamoni döntésével azt mondja, az északi adatokat le kell vinni Ukrajnába, és akkor így nagyjából helyreáll az hely egyensúly. De nem állt helyre, de a hely egyensúly nem állt helyre. De volt egy plusz, még egy plusz kérdés, több ilyen plusz kérdés, volt a szociális kérdés, ezek nem kerültek be publikum, nem voltak publikusokkal, de a plusz kérdés az volt, hogy mi a viszonyod a valláshoz. És úgy lettek föltéve ravaszul, pszichiáterek, pszichológusok dolgoztak, úgy látszik, nem csak belügyesek ezekkel a kérdésekkel, hogy nem kellett bevallani, hogy én vallásos vagyok, vagy nem. Hát milyen kérdések voltak, főleg a fiatalok őszinték voltak. Vannak-e ikonok otthon, vannak-e egyházi irodalma? A nagymama hívő-e? A kisunoka jár-e templomba? Ha komszomolista van, vagy kis úttörő, akkor is jár a templomba. Nagyon jól meg volt ez komponálva. Közvetve ki lehetett hozni, hogy a vallásos emberek száma, és itt az ortodox volt a legfontosabb, az ortodox vallás Sztálin számára hány százalék, és 50 fölött volt. A terror, az agymosás, a fiatalok ateista nevelése, a fiatalokat kényszerítették, hogy besúgják egymást, hogy ki jár templomba. Rendszeresen ledobták a bezárt templomoknak a harangjait. A fél falut és a fél várost összehívták oda, és ledobták, és köpni kellett nagyon fölfelé, és azt mondja, nincs Isten. Ilyen primitív módszerek. Megjelent milliós pénzszámban, hogy bezbozsnik, Isten tagadó nevű folyóirat. Minden gyárban, minden egyetemen, mindenhol kényszerítették az embereket, hogy úgynevezett Isten tagadó körökbe lépjenek be. Megint csak az én nemzedékem azért, ennek már kifelé áll, de azért kiváló nemzedék, mi még tudunk ilyen kifelé, hogy mi az, hogy MHS. Emlékeznek? Na hát, ott voltak, Oroszországban is volt MHS, sőt volt egy vegyvédelmi, oda kötelező volt belépni, és kötelező volt befizetni tagdíjat. Ami nem nagy tagdíj volt, de képzeljük el, ha országban mondjuk 20 millió ember tagja egy ilyen szervezetnek. Ezekben az ateista körökben, ha az ember Istent ismert, vagyis nem ismert, akkor nagyon-nagyon be kellett lépni. Ha diák vagy, ha munkás vagy, ha katonatiszt vagy. Mondjuk a parasztokat a faluhelyen nem nagyon lehetett utolérni, mert amúgy koldus szegények voltak a kolhozosítás alatt, de azért ott is kötelezték mondjuk a kolhozelnököt, a pártitkát, hogy lépjen be. Na most ennek ellenére kiderült, hogy mennyi a vallásos ember, és akkor Sztálin nagyon megijedt. A második ijedelem az volt, az még nagyobb ijedelem, amikor a perek és a terror alatt kiderült, hogy a vallással megsuhintott emberfajtát nehéz rávenni, hogy besugja a másikat, és nehéz verés meg mitől minden ráhatás hatására, mert nem csak országos perek voltak, Buharin per, vagy mondjuk Tuhacsevszki a marsal per, stb. Lent a falvakban, a városban is voltak perek, ezek ilyen helyi kirakat perek voltak. És hogyha egy ember vallásos, az hiába verték sokszor, az nem vallott a társára. Ott valami plusz van, ott valami felemelő van. Ez is nagyon jó. Sztálin ezeket mind pontosan tudta.
És lett egy alkalom, hogy lehetne visszaállítani egy kicsit a dolgokat, a lakossággal és az egyházzal kiegyezni. A Szovjetunió náci Németország mellett együtt megtámadja a náci Németországot, bevonulnak Lengyelországba, megkapják Lengyelország keleti végeit. Ma is úgy mondják, hogy Nyugat-Belorusszia és Nyugat-Ukrajna, Belorussziából és Ukrajnából, lengyelek most is mondják, hogy Kresszi, ez Kelet-Lengyelország volt, de hát később bánott már nem az övéké. És az igazság, hogy ott Sztálin azt mondta, hogy be kell a kosztyolokat, a lengyel katolikus templomokat, de még a zsidó templomok jó részét is zárni, ezeket az embereket, a pópákat, sőt a rabbik egy részét is tessék elővenni, de a ortodox papokat nem, és a templomokat ott ne zárják be. Akkor megint egy érdekes rész jött, mindjárt rátérek tényleg Kelet-Európára, én úgy jött, hogy körülbelül ha 7-10-ig tart ez a foglalkozás, hogy önök bírják, mindig ráteszek egy kicsit, akkor megpróbálunk a többit, de ez fontos, mert ez a kiinduló pont. Akkor Sztálin azt mondta, de kiderült, hogy mennyire vallásos még az orosz állami apparátus, még az NKVD a belügy, és még a hadsereg is. Egész Oroszországból, ad absurdum, Vlagyivasztokból és Irkutszból és Kazaksztánból mennek az emberek Lembergbe, Lvovba, Lvivbe, mennek az emberek Nyugat-Ukrajnába és Nyugat-Belorussziába, ott titokban, vagy nem is csak titokban megkeresztelkednek, és sok köztük a belügyes, a katonatiszt, a gyerekeket elviszik megkeresztelni, házaspárok összeállnak törvényesen, mert Oroszországban hiába mondták, hogy nincs is, és nagyon sokan nem is, például a pártvezetők többsége, nem is nagyon, akinek nem volt a cári időszakban egyházi esküvője, az nem is a bolsevik felső vezetésnek volt, de a komszomolisták egyházi esküvő, hát ezért kizárhatják a pártból az illetőt, leválthatják, de még be is bőrt. Egyházi esküvő nem volt. 1900, de még világi esküvő se volt. Ha már egyházi nincs, akkor világi se legyen. Ez egy ilyen kispolgári hülyeség a világi esküvő. Akkor Sztálin 1046-ban csak elkülönítette magát, a fél marsalikar, meg az fél politikai vezetés szaladgáltak, mint pópa falon, azt mondja, két héten belül itt mindenki esküdjön meg, persze nem templomba gondolta ő. Na most templomi esküvők tömege, stb. Kitör a második világháború, Hitler megszállja, Wehrmacht megszállja az Európai Szovjetunió jelentős részét, és a lakosságnak nem kis része, 70 millió ember körülbelül német megszállás alatt van. És csoda történik. Hitler tiltja az ortodox vallás életét lényegében. Hitler a saját németországi fő vallási trendeket, a protestáns típusokat és a katolikust gyűlöli. Ő nem az vallás ellen van csak, bár azt is modifikálna, hát meg van egy ilyen könyv, hogy Hitler asztali beszédei. Hát abban elmondja nyíltan, hogy ha győzünk, akkor ez meg az meg lesz. Ő az egyházakkal szétverte volna. Ő módosította volna egy csomó dolgot, nem is beszélve Hitler hadján, de ott volt Göring például, kimondottan ilyen SS vezetők, pogányrítus volt, Tibetben voltak mindenféle expedíciók, stb. Ez egy bonyolult kérdés. Szovjetunióban megszállt területen ne legyenek a papok, ne domináljanak, ne legyenek az emberek vallások. A vallás kohéziós erő, mondta Hitler, nem is hülyén. De akik bevonultak oda a Wehrmachtba, nagyon sok volt köztük a magas rangú porosz tiszt, akik vallásos emberek voltak, egy részük Kelet-Poroszországból másod, mert protestáns típusok, tehát lutherán, stb., egy evangélikusok, egy részük katolikusok. És ők szorgalmazták és engedélyezték, hogy a papok a magtárakból és a raktárokból és a múzeumokból és a pártirodákból újra nagy kőépületek, ebből templomok lettek. És Sztálinhoz jönnek a hírek, hogy télen szánon, nyáron bricskál, a papok járják a templomok, kollektív esküvők vannak, úgy teljesen, mint a Szent János idején, a keresztelő Szent János idején, az emberek bemennek a vízbe, áll egy pap és megkeresztelteti őket, szóval nagyon érdekes, és a főpapság egy része utálják a német megszállókat, de azért kiegyeznek velük. És akkor Sztálin azt mondta, hogy nagyon nagy a baj. Nagyon nagy a baj volt, amikor rájött arra, és Harriman nagykövetnek, a Landon nagykövetnek, amerikai milliárdosnak azt mondta, hogy ön azt hiszi, hogy miértünk harcolnak a frontok, a katonák Oroszország anyácskáért harcolnak, meg az Istenért harcolnak. Volt Sztálinnak egy ilyen őszinte mondása, de ezt pontosan tudta.
És 1942-ben, amikor moszkvai csata után fellélegzett a Szovjetunió, jött a sztálingrádi csata, és a németek elfoglalják Észak-Kaukázust, Sztálin horribili diktum megengedte, hogy ikonokat tegyenek ki, például a sztálingrádi fronton a tisztek, sőt a tábornokok kitegyék az ikonokat a lövészárkokba, kitehessék, és a saját bunkereikbe. Elkezdtek a tisztek, még kommunisták is viselni a keresztet. Persze ilyen félnájszos, utána már kevésbé, de jött a pártitkár, vagy jött az elhárító tiszt, mondjuk izéhez Zsukovhoz nem ment menni, neki is volt ikonja eldugva, de jöttek, és azt mondja, hogy ez miért? Azt mondja, anyukám küldte, az anyósom küldte, feleségem szegény falusi nő, még hisz, ő küldte az ikont, vagy ő adta a keresztet, de ők hittek. Most Sztálin, én nem hiszem, hogy ez megtörtént. Városi legenda még most is, és sőt komoly történészek állítják, hogy volt, hogy a moszkvai csata alatt, hogy moszkvai lakosságot, vallásos embereket megnyugtassa, Sztálin felküldte repülőgépen Oroszország leggyönyörűbb, és szerint, hát leggyönyörűbb, egyik legszebb, ilyen nincs, hogy gyönyörű, de egyik legszebb ikonját, a kazányi szűzanya ikonját. Én szerintem ez nem volt, mert ilyen dokumentum és olyan nagyon komoly oral history nem volt. De az, hogy a belügy ezt terjesztette, és egész Moszkva erről beszélt, és utána fél Oroszország, és még a távoli gulágon, meg a száműzött telepeken beszéltek el, részben Sztálin milyen nagy ember, mennyire szereti a népét, részben pedig mennyire mellettünk van a kazányi szűz anya. Szergijnek, aki kiegyezett korábban, a leendő 43-ban pátriár, megengedik a körmenetet. 30 ezer ember ment ki, júliusban 70 ezer ki szeptemberben. Meg Moszkvában volt körmenet. A körülzárt Leningrádban megengedték a templomokba, a bezárt templomokba az istentiszteleteket. 43-ban Sztálin létrehozza a pátriárkátusi intézményt, részben készül Teheránba, és ott akar Roosevelt, aki egy vallásos ember volt, felvilágosult volt, nagyon mondták Sztálinnak, de azért vallásos, hogy készült beszélgetésre, és nem véletlen Teheránban, én magam hallottam Bereskovtól, Sztálin tolmácsától, de ez le is van írva két helyen, hogy pont a teheráni találkozó után Sztálin állandóan nyugati nagykövetekkel, diplomatákkal, hadvezérekkel találkozó, segíts magadon, a Jóisten is megsegít. És itt ilyen az Isten így, amikor én szeminarista voltam a pap neveldében. Hát én se párt főiskolára jártam, meg ilyeneket mondott. Ez egy betanult szöveg volt. Sztálin épp olyan véres gazember volt, mint korábban. Ő nem puhult meg, a lelke nem változott meg. A véres emberek nem nagyon szoktak megváltozni. De Tito is mennyire másképp viselkedett, amikor mondjuk a Tito elvélesztette az egész Jugoszláviát, maga Gyilász, Tito egyik munkatársa szembefordul, azt mondta Molotovnak dicsekedve, mi a partizán háború végén 200 ezer ember írtottunk ki, mondta Gyilász, aki aztán úgynevezett nagy antikommunista lett. Tito, amikor megváltozott, és nyugaton jött az ő liberális imás, stb., akkor Tito más volt, de attól ő még éppen olyan gazember maradt, és ettől. Most Sztálin se lett más, és amikor a Roosevelt próbálta rávenni őt Teheránba, hogy a Vatikánnal egyezett ki, akkor azt mondta, hogy hány hadosztálya van a pápának. Ez az igazi Sztálin. De a másik Sztálin, hogy ő már abba hagyatta a papok és a világi hívők kiegyezését, és ahogy egy orosz történész nemrég mondta cinikusan egy konferencián, mennyire más volt, mennyire liberális volt Sztálin, mindössze 1000 embert végeztetett ki, vagy ültetett le a papok és a hívők között. Hát én azt mondom erre, hogy 1000 ember kivégzése, vagy ártatlan leültetése, pontosan 1000 emberrel több, mint amennyi szükségeltetik. Kelet-Európa. Ilyen Sztálin, aki kiegyezik az egyházzal, akinek imperialista birodalomépítő, a cárokat utánzó politikája volt, ez a Sztálin bevonul Kelet-Európába és Kelet-Balkánra, részint a Nyugat-Balkánra, egy ideig Tito szövetségese is, és ő az ortodox egyházakat, de a katolikus egyházakat is, a helyieket föl akarja használni, és el akarja őket, be akarja őket pacifikálni, maga alá akarja gyúrni. És ez neki sokban sikerül. Megindul ugyanakkor, de van egy világpátriárka, a konstantinápolyi pátriárka. Őt Sztálin meg akarja venni. Vannak ősi pátriárkátusok, antiochiai, alexandriai,
jeruzsálemi, minden hellén pátriárkája, az a görög pátriárka. Van a kisebb, van még román pátriárka, viszonylag ortodox, viszonylag új. És van még egy exarchátus, az bolgár, és hát vannak persze bíborosok Lengyelországban, Magyarországon, stb. Sztálinnak rájött arra, hogy Vatikánnal ő nem fog kiegyezni, nem is győzi le. Akkor ez egy részletes dolog, erről tudnék most egy órát beszélni, mert ezt külön kutatom. Nagyon érdekes téma, hírszerzéssel összefügg, meg sok minden mással, politikával. Sztálin egy ellen Vatikánt akart, vagy Varsóba, vagy Vilniusba egy ellen Vatikánt létrehozni. Erről nagyon kevesen tudnak még a szakértők, és ez a terve kudarcot vallott. De nem vallott kudarcot, és majdnem sikerült Sztálinnak 1948 nyarán maga alá gyűrni a különböző egyházakat. A különböző egyházak alatt értem az ortodox egyházakat, de nem csak a szovjet hadsereg által megszállt területet, hanem azokat az egyházakat, amelyek Közel-Keleten vannak. Görögországban vannak és Törökországban. Akkor sok ortodox ért még Törökországban is. A Közel-Keleten nagyon sok ért, hát azóta kevesebb. Hogy gondolják, miért fontos Sztálin számára? A cárok Jeruzsálem iránt mindig érdeklődtek. A cároknak mindig az volt a terve, hogy ők a nemzetközi ortodoxia, meg általában sőt a nemzeti közi kereszténység a fő patronusai. Erre utalt Vörös Marti Mihály egyik nagy versébe, amikor azt írta, hogy háború van most a nagy világban, Isten sírja, reszket a Szent Hónba. Milyen volt ez a háború? A krími háború. Oroszország kontra Anglia, Franciaország és Törökország. Papíron ez a háború, valójában a Közel-Kelet és a Balkán birtoklásáért. De papíron ez a háború, hogy kié a jeruzsálemi templomoknak a kulcsa. Ki a keresztények, közel-keleti keresztények patronusa. A 20. század 40-es éveiben még egy dolog jön ehhez. Sztálinnak tulajdonképpen fütyült arra, hogy hát ő most patronusa a jeruzsálemi templomoknak, vagy nem. Ilyen hülyeség. De ő az olajat akarta. A közel-keleti olajat. És ez egy nagyon komoly út. Sztálinnak volt egy kísérlete Jeruzsálem, meg más közel-keleti dolgokkal, amikor Izraelt meg akarta kaparintani, és egy saját félig gyarmatot akart csinálni, és oda rengeteg pénzt is fegyvert benyomott. Lengyelországból, Csehországból, de még a Szovjetunióból második világháború tisztek tömege ment oda. Ki tudja, hogy papíron, mint hívő zsidók, gyakorlatilag ezek második világháborús elit tisztek voltak, és a zsákmányolt német Messerschmittekből, melyeket a Vörös Hadsereg Csehszlovákián keresztül küldte ki, az izraeli légierő, ha nem jön először létre, akkor ki tudja, hogy a Glob pasa, ez egy magasrangú angol tiszt volt, a brit hadseregnek a nagy büszkesége, a Glob pasa vezényelte arab légió, ki tudja, hogy elfoglalja a Jeruzsálemet és kiveri onnan az izraeli nagyon még gyenge hadsereget, vagy nem. Tehát ez egy érdekes történet. Ehhez Sztálinnak kellett az ortodox egyház, és Moszkva legyen akkor, ez a cári ideológia volt, az orosz ortodox vallási ideológia, Moszkva legyen a nemzetközi ortodoxiának Sztálin által ellenőrzött, az szovjet egyházügyi hivatal által ellenőrzött, ez legyen a, mondjuk a centruma. És már több pátriárka, például román, példának okáért a alexandriai, aki meg lett szó szerint így pénzzel vesztegetve, és rengeteg arannyal, meg kegytárgyal. Ezek elkezdték egy páron, hogy Moszkvát nyilvánítsák épp olyan szent várossá, mint Konstantinápoly volt Bizánc néven, és a cároknak ez volt az ideológia. Moszkva egyetlen, egyenlő harmadik Róma. Ez volt. A Róma volt az első Róma. Bizánc volt a második Róma, Moszkva lesz és van a harmadik Róma, és negyedik Róma sose lesz. Ez volt szó szerint a cárok ideológiája. 1500-as évek óta, és második Miklós, amikor Törökországnak hadat üzent, második Miklós ezt pontosan megismételte, hogy miénk lesz. Nem véletlenül, hogy második Katalin cárnő az egyik unokájának, a második unokájának a Konstantin nevet adta, az elsőnek meg Sándor, Alexander. Miért? Azért Konstantin, Konstantinápoly. Majd az első lesz az orosz cár, az orosz
császár, imperátor, tehát cár, és a másik lesz majd a Bizánc utódállamának az uralkodó. Ez mondjuk nem sikerül. Az az igazság, hogy Sztálin megbukott ezzel a 48-as rendezvénnyel, de nem olyan szép, hogy ilyen jellemes volt a konstantinápolyi pátriárka, meg a többiek fele legalább, hogy ebben nem mentek bele. Amerika nagyon komolyan belement ebbe. Én nem mondom, hogy vagyok cínikus, ami lefizették volna ezeket a pártiát. Ahogy Sztálin próbálta lefizetni őket, ők is, ők nem próbálták, ők ügyesen le is fizették, meg hát volt a Marshall segély. És a Marshall segély sokban úgy kezdődött, hogy Törökországot és Görögországot meg kell védeni. Először oda, ez a Truman terv volt, és oda mentek a nagy pénzek és a fegyverek. És akkor kiderült, hogy Sztálin már nem tud arra terjeszkedni. Sztálinnak az volt a terve, hogy a II. Világháború után megkarapadintja a Boszporuszt és Dardanellákat, és Sztálinnak az volt a terve, hogy Örményország és Grúzia is kap nagy területeket, Szovjetunió részei lesznek, török területeket, Irán egy részét, olajban gazdag részét megkaparintja, de már volt amerikai atombomba, megállt parancsoltak, slussz. 48-ban Sztálin már ettől kezdve nem érdeklődik az ortodoxi iránt. Ő fogadta első Alexi pátriárkát egyszer, és utána már ő nem is találkozott a pátriárkával. Ennek két oka, hogy nem tudta maga alá gyűrni, kivéve azokban az országban, ahol szovjet hadsereg állomásozott, Magyarország, erről majd, mivel Mindszentéről lesz szó, az majd a következő órán 56-dal kapcsolatban, de még visszatérek a Mindszentére, meg az itteni magyar egyházi dolgokra, nem beszélek most, de Magyarország, Románia, Bulgária, Csehszlovákia és Lengyelország, kisebb-nagyobb sikerrel, Csehszlovákiában és Lengyelországban kisebb sikerrel, Romániában, Magyarországon és Bulgáriában nagyobb sikerrel, az egyházügyi hivatalok segítségével, a helyi pártitkárok segítségével, a helyi állambiztonsági hivatalok segítségével alá gyűri a Kreml az egyházakat. Ez egy nagyon érdekes történet. Minden egyes ilyen históriáról egy pár dolgot azért elmondok, sőt a hagyományaink szerint fel is olvasok egy levelet a végén. A hagyományainkat, a jó hagyományokat betartani általában, még egy ilyen szükebb, vagyis széles körben, de mégis, ha mi létrehoztunk egy kagyományt, hogy mindig egy vagy két forrás előkerül. Én azt mondom, higgyék el nekem, hogy ez Sztálin terve volt, tehát nem azért, mert ő jó lett. Egyébként ő miért kezdte megint üldözni, ha nem is komolyan az egyházat? Mert kiderült, hogy ő elengedte a gyeplőket, és tudják, hogyha valaki elengedi a gyeplőt, azért mondtam gyeplőket, mert a többi egyházban nem nagyon, de azért a pravoszláv egyházban is, ortodoxban is, egy kicsit az ószertartások is, egy kicsit különböző szekták ügyében, de már a baptistát nem akarta támogatni, sőt üldöztem, az egy Amerika barát egyház, már a muzulmánokat, mohamedánokat üldözte, a vallásosokat és a mollahokat, stb., mert félt attól, hogy népesek szaporodnak, elszakadnak egyszer. Hát ez nagyjából meg is történt. A zsidó egyházat, miután Izraellel Sztálin összeveszett, azt meg úgy üldözte, hogy ez nem igaz, és főleg amikor volt egy új nagykövet Moszkvába, és az elsőre Golda Meirnek hívták, akkor Meirszon volt ő még, egy kijevi születésű nő, de oroszul nem nagyon tudott jól, Golda Meir, és ő látogatást tett a zsinagógába, és majdnem 20 000 ember összegyűlt a téren, akkor Sztálin megkapta a fényképeket, és azt mondta, hogy ezt az egyházat nagyon-nagyon vegyük elő, mert ez egy végzetes veszély. És hiába volt egyébként addigra már az ortodox egyházba, a mohamedánoknál, a zsidó egyházba, a főpapok többsége már beszervezett ember volt, sőt, a főpapok második generáció, ha helyzetben volt, például külföldre utazott békemozgó, csak olyan lehetett, és nem véletlen, hogy egy francia kommunista vezető, aki szakított a francia kommunista párttal 1956-ban, nem véletlen, hogy leírja, hogy amikor ő Tiflisbe járt, akkor a grúz pátriárka egy ilyen nagyon szép és ilyen gyönyörű ruhákat, szóval úgy nézett ki, mint egy tényleg egy proféta, a bibliai időkből, nem tudta őket fogadni, mert beteg ember volt, csak megmutatták nekik a képét, de a helyettese egy nagyon viszonylag fiatal ember, szintén szakállas, szintén ilyen püspök fogadja őket, és kiválóan tud franciául. Velük, de tolmácsok nem kellenek, ő jól tud franciául, és ezt a kommunista küldöttséget pár főst fogadja, és amikor jól berúgtak már, ő körülnézett, hogy hallja valaki, és azt mondta, hogy elvtársak. Azt hiszik, hogy nekem jó viselni ezt a csuhát? Hát amikor én a sztálingrádi traktorgyár komszomol titkára voltam, mennyivel jobb volt?
Hát kiküldtek engem a Schneider Kröszö üzemekre Franciaországba. Két évig voltam, ott tanultam. Kitanítottam a traktorépítés meg a műszaki dolg csinyát, bínyát. Hát én kommunista voltam. Hát aztán persze, hogy ünnepélyesen megtagadtam a kommunista vallást, bementem papneveldébe, és itt vagyok most Grúziában, kulcshelyen. Lehet, hogy én leszek a következő pátriárka. De azért ez nem az igazi énem. Na most az, hogy egy ilyen ember ilyen kifecseget, az nem semmi, az nem semmi. Nem mondom, hogy ez gyakran beszéltek így az emberek, de amikor szétesett a Szovjetunió, akkor ezek a dolgok először kutathatóak voltak rövid ideig, és utána az egyházi vezetés megtiltotta. És akkor Kijelcinnél kiállták, hogy nem, de Észtországban és Lettországban az ottani KGB archívum megmaradt, Moszkvában ebből a két helyről nem tudták elvinni, és például a pátriárkáról, a második Alexéről, aki az észt KGB-nek oklevelét is átvette, és aki dolgozott nem csak mint besugó, hanem dolgozott nem csak mint informátor, hanem esztétiszt volt mai kifejezéssel élve, annak a dokumentumait, meg még az ő esküvőjét, holott az orosz rítus szerint egy pátriárka, egy főpap, hiába, már ez nem lehet, annak nem lehet feleség. Ennek még olyan jó belügyes volt, hogy miközben ő főpap volt, hogy ő neki még megengedtek egy titkos esküvőt. És hogy mint kulcsárné, vagy mit tudom én, mint távoli rokon, ott ült a felesége, ért meg, de ő neki volt, mert ez egy öntudatos komszomolista lány volt, és azt mondta, hogy igenis, ő egy esküvőt akar. Esküvő. Most visszatérve erre, 48-ban Sztálin szörnyen felháborodott, hogy annyi volt a körmenet, annyi volt a kollektív keresztelés, és például egy Szarátov nevű városban ott a kollektív keresztelés, megint csak ez az ősi rítus, vízbe be, kollektív gyónás, és akkor a rendőrség biztosította a körmenetet, és a helyi notabilitások, a párttag nem, de a helyettes tanácselnök egy 300-400 ezer fős városba szintén elment a körmenetre, és ott hányta a kereszteket. Most Sztálin azt mondta, hogy kész, a világ ortodoxia nem Moszkvában van, ezek vannak. De ő folytatta annyiban, hogy felbontani az uniókat. Volt egy Ungvári Unió, és volt egy Breszti Unió. Annak idején a katolikusok így vették át tulajdonképpen az ortodoxok kormányzását, megtartván az ortodox szokásokat, stb. Ezeket visszacsinálni. Ezeket a uniókat semmisé nyilvánították. És ezekben az országokban a görög katolikusokat például átvitték, ha már nem akarnak ateisták lenni, át kell vinni ortodoxokká. Na most Sztálin annyira belement is a Kreml az egyházok hétköznapi életében, hogy Szófiában például Sztálin engedélye kellett ahhoz, hogy leváltsák az exarchát, az exarcha az egy pátriárkánál mondjuk kisebb tisztség, leváltsák egy Stefán nevű exarchát, aki jól tudott oroszul, mert valamikor Kijevbe tanult, általában a háború utáni pátriárkát megszállt területeken, tehát Bulgária, Románia, Albánia, vagy Magyarországon egyes főpapok, ezek első világháború előtt, ezek kint tanultak Odesszába, Kijevbe és máshogy. Ezek jól tudtak oroszul. Sztálin úgy döntött, nem a bolgár pártvezetés, ő döntött úgy, ezt az embert le kell váltani. Ha kell, fogadjuk be, legyen valamelyik orosz kolostornak a szerzetese. Sztálin rendkívül fontos szerepet tulajdonított Romániának, sajnos nem Magyarországnak, azért mondom sajnos, nehogy azt gondolják, hogy miért nagyobb lett volna a terror, így is lett volna, volt terror sajnos, hanem Sztálin azt mondja, hogy Magyarország nem fontos stratégia. Románia fontos, ott a Ploiesti olajmező, ott a Duna-delta, ez egy kulcs a Balkánra, és ilyenkor elnézte a román vezetésnek idézőjelben, hogy miket műveltek korábban, amikor a Mihály királlyal még a volt román tábornokok és volt román főhivatalnokok a régi világból kormányozták egy ideig Romániát, és Észak-Erdély kérdésében, ezért már többször esett szó, a legmocskosabb módon kiszolgáltatta Sztálin Észak-Erdélyt, nem csak annak nagyobbik részét, ahol volt ez először megfogalmazva a kiugráskor, hanem az angol és az amerikai nagykövet kérésére Molotov még betette a klauzulát, hogy Észak-Erdély vagy Észak-Erdély nagyobbik része Romániáj lett. Sztálin olyan erős volt, hogy ha akarta volna, ő az Észak-Erdélynek számottevő részét odaadta volna Magyarországnak. Nem, ő nem. Na most ő nagyon fontosnak tartotta Romániában az egyház működését, az ortodoxot. És amikor Románia egy nagyon-nagyon durva nyomást kezdett gyakorolni
a katolikus egyházra, Erdélyben a magyarokra kívánt képot. Egyszerre ütötték, mert magyarok és mert katolikusok. Egyébként a erdélyi magyar református egyház se járt sokkal jobban. A nem járt olyan jól, de nem is járt olyan rosszul, mint a katolikus. Ha egyáltalán lehet kvantálni, meg összehasonlítani, nem járt olyan jól a ortodox egyház sem, de az igazi nagyon sok boldog meg lett már azóta, nagyon sok pap, nagyon sok főpap mártíromságot szenvedett Romániába, ami ott folyt. Magyarországon volt szörnyű dolog, a Mindszenti Per, más dolgok is voltak, össze sem lehet hasonlítani. Kérem szépen, Gyorgyó Dézs alatt, meg mások alatt, ami ott történt Romániában, ez nem semmi. Mivel ígértem a forrást, elnézést, csak egy... Bírják még? Lehet még befejezés? Jó. Nem szeretem összehasonlítani, értsenek meg engem, hogy alma az alma, barack az barack, de azért össze lehet hasonlítani. Van egy szörnyű terror Magyarországon, és van egy szörnyű terror Romániában. Össze sem lehet hasonlítani, ott még a Rákosi féle terrorhoz képest, mondjuk ami az egyházat illeti. A Romániában 10-szer erősebb a terror. Soha a nyugati civilizált világ, amikor kezdte felemelni Dézst, utána meg Ceausescut főleg, soha nem hozták föl neki durván ezeket a dolgokat. Magyarország szerintem mindig is sajnos a nagy világ pofozó bábúja volt, pofozó gépe, javítsanak ki, ha tévedek. Én önkritikára hajlamos ember vagyok, ha valaki nekem most föláll is bebizonyítja, hogy én hülyeséget mondok, de ezt nem én mondom, csak tényleg Adinak valahogy olyan, én nekem Adi most is az ideálom, mert hogy lehet mindent megsejteni előre? Hogy lehet, amikor Magyarország utolsó verse úgy kezdődik, hogy ne tipórjatok rajta nagyon, ezt az Antantnak írja, hogy pontosan tudta, mi vár erre az országra. És Adi azt írta, hogy sósabbak itt a könyvek, a könnyek, a fájdalmak is mások, ezerszer messiások a magyar messiások, minden túlzott nacionalista vagy ilyen soviniszta, vagy milyen dolog, milyen, ezt el lehet, higgyék el, hogy ezt el kell ismerni. Ami itt történt Magyarországgal, a határok kérdésében, az egyházak kérdésében, majdnem, ha Sztálin nem hal meg, itt egy exarchátust, tehát itt egy külön ortodox, komoly, ilyen, hát nem pátriárhátus, de kisebb rendű, de egy komoly, ilyen, ő csinálnak egy ilyen komoly bástyát tulajdonképpen, és nem csak az itt ülő oroszokat, részint görögöket és bulgárokat, de bezavarnak mindenkit, és a görög katolikus rítust nem zárom ki, hogy erőszakkal átviszik itt Magyarországon teljesen egy orosz Moszkva által irányított exarchátusa, de ez egy másik hosszú történet. Erdély. Ugye hallották ezt a nevet, hogy Márton Áron. Márton Áron, mert nálam a magyar határok az szép dolog, de mondjuk még, vagyis csúnya dolog, de nálam nem a 93 ezer nézet. Én úgy nézem, hogy az egyetemes magyarságnak egyik legnagyobb embere. Tehát nem a erdélyi magyarságnak, vagy észak-erdélyi, vagy dél-erdélyi, gyulafehérvári magyarságnak, vagy a székely magyarságnak. Ő az egyetemes magyarságnak. Ennél tisztább ember, ennél erkölcsösebb ember, ez egy nagyon szegény családból jött ember, szociálisan érzékeny ember volt, de két út volt, az unoka testvére kurkogyártás a Román Kommunista Párt egyik vezetője lett. Márton Áron, Vatikánban is azt mondták róla, hogy egy arany szájú ember. Hallatlanul művelt ember is, egy csodálatos ember volt, és fölnéztek még Vatikánban sokan rá, ahol a román lobby nagyon erős volt mindig a magyar katolikus lobbival szemben. És elnézést, de meleg van, és hogyha nekem nem lenne ilyen, tényleg egy angyal ajándék, akkor nehezebb lenne, de én még bírom, de jó. Akkor az az igazság, hogy Márton Áron, de a Kurko Gyárfás, az ő unokatestvére, akkor kommunista lett, letartóztatták, és úgy verték, és úgy kínozták, hogy hát gyakorlatilag nem is volt már magánál, amikor kijött a börtönből. Voltak olyan napok, nem tudta, hogy hol van egyáltalán, meg hogy a saját rokonait nem ismerte meg. Márton Áron is börtönbe került, és nagyon sok magyar pap, és nagyon sok magyar világi hívő Erdélyben került Zsilávába, Szigetre, és Dunadeltába, és más helyekre. És miután Márton Áronnal
megtörtént sok minden, ami megtörtént. Egy Nikolájev nevű orosz diplomata, nyilván belügyes, kolozsvári helyettes szovjet konzul, bizalmas feljegyzést készített Kaftaradze bukaresti szovjet nagykövetnek, valamint Kiszeljovnak, a szovjet külügyminisztérium balkáni részlege vezetője számára az erdélyi római katolikus egyház helyzetéről és Márton Áronról. És nagyon érdekes, hogy megjelent most egy ilyen vastag gyűjtemény, de ezeket még levéltárban is sorban megtaláltam pluszként, hogy a szovjet vezetést és a Kremlt mennyire érdekelte Erdély, és mennyire tisztában akartak lenni, hogy mi van Erdélyben, és Erdély, mint a manipuláció eszköze, úgy Budapesten, mint Bukarestben, a szovjetek számára nagyon fontos volt. És azt írja ez a Nikolájev az erdély katolikus lakosság helyzetéről, és Márton Áronról az alábbiak. A gyulafehérvári római katolikus püspökség mindenek előtt a magyar lakosság megyékre igyekszik elterjeszteni a befolyását. Ennek a püspökségnek a vezetője Márton Áron az egyház egyik legreakciósabb főpapja. 1896-ban született Csíkben, paraszti családban. A világháború előtt középfokú egyházi oktatásban részesült. Az első világháború alatt elvégezte a tiszti iskolát, hát micsoda nagy bűn, 1924-ben pedig a teológiai akadémiát. Márton 1931-ben lelki pásztorként a Kolozsvári Egyetem diák szemináriumában működött, ahol nem titkolta, milyen élesen és ellenségesen viszonyul a munkásmozgalomhoz, a kommunizmushoz és más haladó ideákhoz. Kolozsvári korszaka idején részt vett néhány újság kiadásában, soviniszta és kommunista ellenes vonalat követve azokban. Mi az, hogy soviniszta? Ez egy szörnyű dolog volt, hogy Romániában az összes perek alatt, ha valaki csak magyarként megnyilvánul, nem azért ítélték el, hogy ő valamikor mondjuk a 30-as években megnyilvánult magyarként, nektán egy kis helyi lapot adott ki, netán színész volt a Kolozsvári Magyar Színházban, és elszavalta talpra magyar, hívva haza, és valaki utólag 20 év múlva följelentette, azt mondták, hogy nem azt írták, hogy magyar, hanem soviniszta megnyilvánulásai. Hát milyen soviniszta? Betelepíteni oda regátból embereket, ez a soviniszta megnyilvánulás. Azt mondani, hogy a Tisza a határ, az a soviniszta megnyilvánulás. De ezeknek a magyaroknak is Márton Áron egyik billoga az volt, hogy ő soviniszta. 1939-ben a gyulafehérvári püspökség élére választják, sokban Erdély befolyásos földesúri, iparmágnási és bankári köröknek köszönhetően, akikkel most is szoros kapcsolatot tart fenn. Márton Áron székely faluból származik, ezért is mindig úgy vélekedett, hogy a legfőbb bázisa Erdélynek székely lakossága. Hát ez tökéletesen így is van. Jól lehet, ez megint csak nem igaz, mert már akkor kezdődött a szórvány. Már akkor hatalmas betelepítések voltak Dél-Erdélybe. És Márton Áron a saját körútjai során, mert volt neki aztán a végén egy külön kocsia is, de már volt olyan, hogy egy faluba megérkezett, és hát nem tudták a lovakat kifogni, akkor egyszerűen vették és a kocsit becipelték a parasztok. Szóval őt tényleg félistennek tartotta az erdélyi, dél-erdélyi is, és székely katolikus lakosság, de reformátusok is. Hát és a börtönbe pedig a román ortodoxok is szentként tisztelték, és volt több román püspökkel együtt és segédpüspökkel egy cellába, és ezek aztán utólag olyanokat mondtak róla, hogy egy szent ember, és neki köszönhetőek, megmaradtunk lelkileg emberként. Márton Áron, amikor döntenie kell, senkire sem hallgat, kivéve környezetének szűkebb tagjaira. Nem egy dogmatikus típusú katolikus. Amióta püspök lett, igen szoros kapcsolatot épített ki Erdély más vallási felekezeteivel. Hát ez csak dicsérendő. Hát a konzul, helyettes, aki egy belügyes hírszerző, az ő szemében milyen nagy bűn. De az, hogy Márton Áron testvérének az ökuménia jegyében tekintette mondjuk az ortodox, az is istenhívő, ortodoxot, ha az nem bántja a magyarokat, ha művelt, ha ember, és a reformátusokat, azt meg pláne tekintette, hogy te magyar testvérem vagy, hiába vagy református, én meg katolikus, én téged épp úgy, hát nagyon komoly embernek tartalak, ez csak egy jó dolog.
Egyik körlevelében megtiltotta a katolikus ifjúságnak Márton Áron, hogy látogassa a progresszív színi előadásokat, jelesül Mixát Kálmán Különös házasság című színdarabot. Utasítására Kolozsvárot, Gyulafehérvárot és másod illegális tanfolyamok létesültek középiskolások számára, ahol folyik a katekizmus tanulmányozása. Milyen periódusról van szó, amikor 1947-ben már Romániában folyik a kommunista baloldali diktatúra kiépítése, és akkor hatalmas egyházellenes támadások vannak, és a Márton Áron az iskolai egyházi oktatás ellen megindul egy kampány. Márton Áron azt mondja, hogy a diákok a mi jövőnk. Ezekre a foglalkozásokra vagy magánlakásokban kerül sor, vagy a helyi adminisztratív szervek által gyengén ellenőrzött egyházi épületekben. Azok a katolikus apácák, akiket a hatóságok eltávolították a kórházokból és iskolákból, egyébként a kórházok szörnyen is jártak utána, rendszeresen látogatják tanítványaik otthonát, akik korábban magyar katolikus iskolákba jártak. Minden egyes apáca Márton Áron nézetei terjesztését követendő 10 családot ellenőriz. Zárójában én hozzáteszem, hogy ezek az apácák magyar apácák voltak. És ők mondjuk megérkeztek egy családhoz, ott foglalkoztak a gyerekekkel, és az egri csillagokat ajánlották, és az Arany János Toldiát, és abból felolvastak. Ebben egy kulturális misszió is volt. Úgy látogatja azokat, mintha zenetanárnő vagy kézi munkára tanító asszony lenne az apáca, már családokat. Az illegális propaganda szempontjait szem előtt tartva igen nagy szerepet játszik tevékenységük során a különböző félelemre okot adó hírek terjesztése a katolikus magyar lakosság körébe. Ez, hogy, hát persze, hogy félelemre, hát ezek nem dezinformáció volt. A szomszéd faluba lefogták a Józsi bácsit, a egyetemi tanár Kolozsvárot leghíresebb ember volt orvos, azt is elhódszolták, Szibériából nem jött meg a fiam, és így tovább. Hát mondjuk ezek lehet persze, hogy hírek, dezinformációnak azonban nem mondhatók. Az utóbbi időben a római katolikus plébánusok intenzív propagandát folytatnak Márton püspök utasításainak megfelelően, hogy azok a görög katolikusok, akik megtagadták az ortodox vallás felekezet feltételét, de még azok a katolikusok is, akik korábban beléptek az ortodox egyházba, zárójelben nagy nyomásra, térjenek vissza és csatlakozzanak a római katolikus egyházhoz. Márton Áron nemrég történt letartóztatásaik nagyon szoros kapcsolatban állt Vásárhelyi János kolozsvári református püspökkel, aki mindenben fenntartás nélkül követte őt. Ez véletlenül igaz. Én úgy szeretném befejezni ezt az előadást, hogy tulajdonképpen három dolog körül próbáltam ezt összpontosítani, mert gondolok most még búcsúzol a kedves diákjaimra is, akiknek be kell majd számolni, és ők rajtam jogosan hát elverik a port, ha bizonyos tényeket nagyon röviden elnézést nem mondom el. Először is beszéltünk arról, hogy az orosz ortodox egyház milyen folyamaton és fejlődésen, vagy visszafejlődésen ment, első Pétertől Sztálinig, és aztán később Sztálin miért ábrándult ebből ki. Másodszor, hogy a Kreml hogyan próbálta irányítani Kelet-Európában az ortodox egyházakat is, nem csak, majd a katolikus, kremlbeli katolikus hát programokra még jövő órán rátérek, és harmadik pedig Erdélyre és Márton Áron. De én úgy fejezem be, és még egy pár dolgot azért elmondok, egy pár tény, hogy, de meg is kereshetnek engem, de az az igazság, hogy nagyon büszke vagyok és boldog, hogy itt volt először pár évvel ezelőtt, elsőként aztán pedig Károli Gáspár Református Tudományegyetemen mi tartottunk egy Márton Áron nagy konferenciát hatalmas érdeklődéssel, aztán Zuglóba is volt, aztán máshol. Most már van Márton Áron kollégium Magyarországon, most már Márton akkor lesz jó, ha Márton Áron legalább annyira bekerül a tankönyvekbe, mint a magyar történelem számos jeles képviselője. Nagyon szépen köszönöm!